Tehát a mostani előadás témája az az lesz, hogy a tejlemeztől a beteg ágyig. Van-e itt valaki köztetek, aki esetleg biológus, szereti a biológiát, orvos, orvos szeretne lenni, vagy csak simán érdeklődő valaki esetleg? Jó, többen is, tök jó, örülök. És ti már leérettségiztetek, és kezditek az egyetemet, vagy még gimnazisták vagytok, vagy... Valami így bekiabálás alapján, hogy a nettó. Kicsit álltatok, hogy dietetikusok vagytok, szuper. Jó, oké, tehát ebben az előadásban röviden arról fogok beszélni, hogy lesz egy kis történeti bevezető, ami igazából arról fog szólni, hogy milyen mérföldkövei voltak a betegségek megismerésének. Természetesen nagyon sok volt, én most párat ki fogok emelni, ami az előadás szempontjából érdekes és szükséges lesz, illetve kicsit beszélni fogok a jelenről, hogy ma milyen lehetőségei vannak egy idegtudósnak arra, hogy vizsgálhassa az idegrendszert. Ugye már biztosan hallottatok több dolgot, a médiában is lehet ilyesmikről olvasni, hogy nagyon sokszor a kutatók például számítógépes módszerekkel modelleznek, vagy sejtkultúrákat használnak, vagy különböző kísérleti állatokat. De arra lennék kíváncsi, hogy ti mondjuk mit gondoltok, ezt is ilyen bekiabálásra nyugodtan mondhatjátok, hogy szerintetek például mondjuk ma emberkísérletek azok zajlanak-e? Tehát, hogy emberek lehetnek-e kísérleteknek az alanyai? Mit gondoltok erről? Mondjuk itt meg... Igen, így van. Erről is fogok majd egy picit beszélni, hogy itt milyen lehetőségek vannak, hogy az egyes betegségeket a kutatók az emberek tünettanán és panaszain keresztül és állátozásain keresztül vizsgálják. Ugye mi itt a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben főleg agykutatással foglalkozunk, úgyhogy az előadás is ilyen témájú lesz. Na, és akkor beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, hogy tulajdonképpen az első információk így az agyról, az idegrendszerről, azok így honnan jöttek, és mit gondoltak mondjuk az ókorban az emberek az agyról és annak működéséről. Hát ugye kezdetben azért az nem volt teljesen egyértelmű, nem volt teljesen triviális, hogy az agyunk az a kogníció központja. Tehát például Arisztotelész első körben azt gondolt az agyról, hogy ez igazából a szívnek a hűtőrendszere, illetve voltak még ilyen elméletek, hogy könnytermelésért felelős mirigy. Tehát, hogy abszolút nem tudtak az emberek ekkor még egy exakt és nagyon fontos funkcióját felismerni annak a szervnek. Na de hát azért az akkori anatómusok és tudósok sem voltak azért teljesen felkészületlenek, és nagyon sok dolgot megfigyeltek a környezetükben, és az egyik ilyen nagyon fontos megfigyelés, ami Galénusztól jött, az volt, hogy ha valakinek valamilyen sérülés éri a fejét, akkor az változást eredményezhet az ő mentális képességeiben, gondolkodásában, kognitív funkcióiban, illetve amit még én érdekesnek tartok kiemelni, az, hogy nem tudom, hogy esetleg felismeritek-e, hogy ez a jobboldali kép, ez kitől származhat, ha esetleg láttatok már hasonlót. Ez egy művi... Tessék? Igen, ez egy Da Vinci-től származó kép, ő ugye egy művész polihisztor alak volt, akitől egyébként nagyon-nagyon sok információt kapott a tudományos világ az emberi test felépítését illetően. Tehát, hogy ő nagyon pontos anatómiai leírásokat adott. Egyébként az idegrendszerről is, például a látópályáról, vagy egyébként itt a limbikus rendszerről, meg az agykamra rendszeréről is nagyon jó ábrái voltak. Tehát, hogy itt még azért mondjuk olyan tudományágról, hogy idegtudomány, így nem igazán beszélhetünk. És hogyha haladunk az időben, és megnézzük, hogy ez az egész, ez hogyan alakult itt történelmi szinten, akkor láthatjuk azt, hogy és ez mind a mai napig igaz, tehát a mai technikai és tudományos fejlődése is igaz, hogy bizonyos technikai innovációk, azok elhozták utána
a tudományának a fejlődését is, a specifikus idegtudománynak a kifejlődését, illetve a tovább alakulását. És hát az egyik ilyen technikai újítás, amit én így fontosnak tartottam betenni az előadásba, az a 16. században a mikroszkópnak a megalkotása. Ez a mikroszkóp, ez még nagyon-nagyon kezdetleges volt, viszonylag rossz volt a nagyítása, de hát a tudósok, azok, illetve a biológiával foglalkozó emberek, azok nagyon elkezdtek érdeklődni az iránt, hogy pici, akár láthatatlan dolgok, azok egyébként hogy is néznek ki, mert ugye ezzel egy olyan nagyítást lehetett akkor elérni, ami egyébként addig elképzelhetetlen volt. És akkor ilyen erről a szintről a mai tudomány vonatkozásában, tehát ma már eljutottunk egy olyan szintre, hogy például tényleg nanométeres nagyságú sejten belüli struktúrákat is tudunk vizsgálni, ugye elektromikroszkóp segítségével, de a kezdet az valahol mindenképpen az volt. És hát még szeretném kiemelni két nagyon fontos alakját az idegtudománynak, az egyik az Camillo Golgi, a másik pedig Santiago Ramoni Cajal, akik a mikroszkópnak a segítségével és az általuk kifejlesztett szövettani festés segítségével nagyon pontos anatómiai leírásokat és rajzokat készítettek, de már a szubcelluláris szinten, tehát hogy, vagy bocsánat, a szöveti szinten, tehát hogy most már nem arról volt szó, hogy felboncoltak egy embert, és akkor látták, hogy az agynak tekervényei vannak, milyen lebenyei, stb. Hanem a tudósok most már meg tudták azt nézni, hogy ezek a lebenyek sejtes szinten hogyan is épülnek fel. És egyébként ezek a rajzok, amik Kahától származnak, ezek egyébként mind a mai napig nagyon akkurátusak és pontosak, tehát hogy például ez a purkinje sejt, ez egyébként tényleg totálisan megfelel annak, amit a mai napig látunk a mikroszkóban, vagy például a hippokampusznak a szöveti felépítéséből is nagyon sok olyan dolgot leírt, nagyon korán, ami mind a mai napig megállja a helyét, és ez szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. És hát egy kicsit akkor most ugornék egy nagyon nagyot az időben, és beszélnék a jelenről, a mostani idegtudománynak a vívmányairól. És az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, az, sziasztok, üljetek le, semmi baj, az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, az, hogy idővel lehetősége nyílt a tudósoknak arra, hogy az idegrendszernek a funkcióját is megismerjék, és illetve a képalkotás maga is nagyon nagyot fejlődött. És amellett, hogy például tudjuk most már az idegsejteknek a morfológiáját vizsgálni nagyon-nagyon pontosan, tudjuk a funkciót vizsgálni nagyon-nagyon pontosan, egészen addig a szintig, hogy akár mondjuk nagyon vékony pipettákkal be tudunk menni a sejtnek a belsejébe akár, vagy a sejtmembrán egy részletét meg tudjuk érinteni, és úgy tudjuk vizsgálni a sejt aktivitását. Emellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy bizonyos fényérzékeny fehérjékkel egyébként az idegrendszeri aktivitást befolyásoljuk. Tehát, hogy ez például állatkísérletes modellekben ma már egy bevett rutin, hogy bizonyos idegsejtcsoportoknak az aktivitását, azt tudjuk nagyon specifikusan, gyakorlatilag lézerfénynek a segítségével változtatni, akár növelni az aktivitását, akár csökkenteni. És hát nyilván ezek a kísérletek, ezek rövidebb, hosszabb idő elteltével hatással vannak egyébként az orvostudományban alkalmazott terápiára is. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük, és erről is fogok majd beszélni, hogy azért a mai idegrendszeri betegségeket érintő terápiáknak is vannak új vívmányai, amelyek egyre inkább kezdenek elterjedni, és ezeknek az alapja mind ugye valamilyen alapkutatás, valamilyen kísérletes fázis volt. És az egyik ilyen dolog, amiről majd szó lesz, vagy beszélni fogunk, az a Deep Brain Stimulation, ez a mélyegyi stimuláció, rövidítve DBS, szerintem én is ezt fogom így az előadásban használni, ahol igazából sebészek az emberi agyba be tudnak ültetni egy olyan elektródát, ami stimulálni tudja az adott agyterületet. És ezzel olyan betegségek, mint például a Parkinson-kor, vagy nagyon súlyos depresszió, igen jó hatásfokkal kezelhetők,
és a hatékonyságuk az bizonyos eseteknél meg is haladja egyébként a gyógyszeres kezelésnek a hatásfokát, és majd hát egy pár dia múlva megértitek, hogy miért hoztam ezt be, hiszen például ennek a DBS készüléknek, vagy DBS módszernek köze van ahhoz, vagy egy lehetőséget biztosít a kutatók számára arra, hogy egyébként az agyi aktivitást vizsgáljuk a műtőben, tehát a kísérletes körülmények között a műtőben. Jó, hát ugye mit csinál egy idegtudós, mit csinálunk mi? Az első olyan leletek az idegrendszerről, amik mondjuk az emberi idegsejteknek a változásait írták le, azok ugye patológiai leletek voltak. Tehát a patológia tudománya az orvostudománynak egy nagyon ősi ága, ez valahogy mindig szervesen hozzátartozott az orvostudományhoz és annak fejlődéséhez, hogy elhunyt embereknek a szerveit megvizsgálták, és abból próbálták visszamenőlegesen valamilyen következtetést levonni az illetőnek a betegségére, a betegség lefolyására, vagy akár az életvitelére vonatkozóan. És hát ugye az egyik ilyen szövettani elváltozás, az a neurodegeneratív betegségek kapcsán például egy ilyen plak képződés, amit elsőként Alzheimer írt le, ugye később az róla elnevezett Alzheimer-kornak a tünetcsoportjához hozzátartozó szövettani elváltozás, és hát ugye itt ez nagyon jó, hogy ez nekünk van, vannak patológiai leleteink, viszont ez csak egy bizonyos időpontot ábrázol, vagy mutat meg az ember életéből, de azt nem tudjuk például, hogy ezeknek a betegségeknek mi a lefolyása, tehát hogy például mondjuk egy ilyen Alzheimer-kóros plakképződés kapcsán mi a pontos mechanizmus, mi az, ami hajlamosít rá, mi az, ami elindítja a folyamatot, ezek ugye mind ismeretlen és nagyon fontos kérdések egy betegség kapcsán, hiszen, hogyha terápiáról beszélünk, akkor ezeken a pontokon tudunk beavatkozni. Tehát nyilván egy terápia működhet preventív jelleggel, ami azt jelenti, hogy már a betegség kialakulását szeretnénk megelőzni, illetve lehetnek olyan terápiás célpontok a betegség patomechanizmusában, amelyek a folyamatot bizonyos szinteken szakítják meg, és ezzel gyakorlatilag gátolják a betegség kialakulását, illetve ugye még egy fontos terápiás célpont az is, hogyha már kialakultak ezek az elváltozások, akkor van-e arra valamilyen mód, hogy mondjuk ezt visszafordítsuk. Például még mielőtt a végzetes sejthalál bekövetkezne egy ilyen betegségnél. Na de ezeket az elváltozásokat, vagy ezeket a folyamatokat nem vizsgálhatjuk emberen, hiszen nem tudunk csak úgy egy élő embernek az agyából mintát venni, és aztán azt vizsgálni. Nyilván nagyon-nagyon ritkán van erre lehetőség, például műtét során eltávolított agyszövetből, de azért ez nem a bevett gyakorlat. Úgyhogy a kutatóknak szüksége van valamilyen köztes megoldásra, és ezt a köztes megoldást ezt az állatmodellek jelentik nagyon sokszor, amikor gyakorlatilag az történik, hogy egy bizonyos állatfajban, ez mondjuk nálunk mi nagyrészt egereket használunk, de majd erről is szólok egy pár szót, hogy nem csak egereket lehet betegségmodellként használni, valamilyen módon előidézünk egy nagyon hasonló lefolyású folyamatot, mint amit mi feltételeznénk, hogy emberben is lejátszódik, és akkor ugye az egér agyszövetben tudjuk ezeket a változásokat megvizsgálni, és eredményre jutni. És ugye a nehéz lépés innen, vissza a beteg ágyhoz, vissza a beteg emberek felé, az, amikor ezeket az eredményeket valahogy próbálnánk igazolni ugye emberben is, hiszen arra alapozva, hogy az egér agyban valami történik, ami töredék nagyságú, mint az emberi, kicsit más a felépítése, kicsit más a genetikája, habár nagyon hasonló sok mindenben, de azért mégsem ugyanaz, azért erre mondjuk nem biztos, hogy nem tudom, az életünket tennénk, tehát hogy azért nyilván valamilyen igazolást az emberi embereknek a vizsgálatából is kell ahhoz nyerni, hogy össze tudjuk rakni a nagy képet. És hát ugye
ezt már így pedzegettem, hogy milyen állatokat, illetve milyen modelleket lehet használni embereket érintő betegségek vizsgálatára. Ugye az egér az a legtriviálisabb, talán ez nyilván így a köznyelvben is benne van, hogy például a laborpatkány, akkor mindenki elképzel egy ilyen nagy fehér albinó patkány, de ugye egerekkel is hasonló a helyzet. Ma már ez egyébként sokkal-sokkal szerteágazóbb, tehát egerekből is rengeteg génmódosított változat van, vannak kifejezetten kitenyésztett betegségmodellek, amiket mi tudunk használni, és egyébként érdekességnek raktam be, hogy tudja valaki, hogy mi ez a hal. Tessék? Igen, ez a zebradánió, és ezt azért tettem be, ez nekem egyébként egy új információ volt, hogy például vannak olyan genetikus epilepszia formák, ahol például a zebrahal az egyébként egy jó modellállat lehet ennek a vizsgálatára, mert ugyanezt a mutációt létre lehet hozni zebrahalban is, és nagyon könnyű az ő agyát vizsgálni, mert egyébként a zebrahalak azok az életüknek a kezdeti fázisában, amíg még fiatalok, teljesen átlátszóak, tehát akár mondjuk egy mikroszkóp alá betéve gyakorlatilag az egész agyukat meg lehet vizsgálni. És hát ugye a magukról, a betegségekről természetesen nyerhetünk információt az emberek vizsgálatával is, azonban itt az eszköztárunk az meglehetősen limitált, hiszen semmilyen beteg emberrel nem lehet csak úgy elvégezni vizsgálatokat, már önmagában akkor is, hogyha ezek nem invazív vizsgálatok, akkor se lehet csak úgy indoklás nélkül elvetni ennek a pácienseket, és hát nagyon sokszor azért olyan dolgokra vagyunk kíváncsiak, amik mondjuk valamiféle invazivitást igényelnének. És ezt a problémát tudjuk valamennyire kikerülni ezzel a DBS elektródával, és erről majd mindjárt beszélni fogok, hogy miként. De akkor beszéljünk most egy konkrét betegségről, és akkor annak a példáján szeretném megmutatni, hogy mi az, amit mondjuk egerekben tudunk vizsgálni, hogyan. Erre több lehetőség is van, én most egyet fogok bemutatni, amit egyébként a laborunk is csinál, és milyen lehetőségünk van a betegségnek a vizsgálatára az emberekben. Ugye a Parkinson-kór az egy nagyon komplex neurodegeneratív betegség, amelynek vannak a motoros rendszert érintő tünetei, illetve a nem a motoros rendszert érintő tünetei, ezek általában kognitív funkcióromlás, szaglászavart, különböző gastrointestinális problémákat jelentenek, és a motoros oldalon pedig talán, amit sok ember ismerhet, ez a nyugalmi tremor, de ugyanakkor ezek a betegek egyensúly problémákkal, izommerevséggel is küzdenek. És ugye ez azért nagyon veszélyes, mert az embereknek, még akkor is, hogyha mondjuk a kognitív tünetek nem olyan kifejezettek, ezek a motoros tünetek teljesen ellehetetlenítik ezeknek ezen betegeknek az életét, és akár mondjuk egy idős ember esetében végzetes következménye is lehetnek, hogyha ő mondjuk elesik otthon, vagy egész egyszerűen csak nem tudja saját magát ellátni. Az egyik nagyon korán leírt patológiai lelet a Parkinson-kór kapcsán, az a substancia nigra sejtjeinek a pusztulása. Na most, a substancia nigráról ilyen szempontból annyit kell tudni, hogy itt dopaminák sejtek vannak, amik egy nagyon bonyolult mozgásért felelős pályarendszert modulálnak ezek a sejtek, és hogyha ezek a sejtek elpusztulnak valamilyen oknál fogva, akkor ez a moduláló hatás kiesik, és ez a mozgás szabályozó pályarendszer, ez így gyakorlatilag felszabadul a megfelelő kontroll alól, és ez fogja eredményezni azt, hogy például az izomtónus nem a megfelelő mértékű lesz, és ez például ezt az izommerevséget, vagy a nyugalmi tremort magyarázhatja. Igen. És hát mit látunk egy ilyen betegnél a mikroszkóp alatt? Azt látjuk, hogy ezek a dopaminák sejtek, ezek igencsak megfogyatkoznak a substancia nigra területén. Ez egyébként már itt a makroszkópos ábrán is, tehát mondjuk akár egy ilyen nagy agymetszeten is látszik. Ez azért van, mert a substancia nigra dopaminák sejtjei, azok egy ilyen
szia, azok egy ilyen fekete anyagcsere mellékterméket is felhalmoznak a dopamin szintézis kapcsán, és ezért egy ilyen nagyon kifejezett fekete színe van az adott területnek, de természetesen mikroszkópban ez sokkal jobban lehet látni, hogy ezek a sejtek, amik itt ezek a kis sötétbarna, nem látni a kurzorom, egy pillanat, amik itt ezek a kis sötétbarna képletek, ezek ugye nagyon megfogyatkoznak a Parkinsonos betegekben. Egyébként mit gondoltok, hány százalékát kell elveszíteni a sejteknek ahhoz, hogy kimondott klinikai tünetek fejlődjenek ki? Tehát mondjuk ilyen 10%-át, vagy a felét, vagy esetleg többet, vagy kevesebbet. Tehát így mit gondoltok? Vagy esetleg már akkor vannak tünetek, hogyha még nem is pusztulnak a sejtek, de már valami funkciózavar van. Így mit gondoltok erről, valamit tippeljetek? Vannak promotoros tünetek, ez igaz. Egyébként kifejlett klinikai tünetek, azok akkor jelentkeznek általában, hogyha már egy ilyen 60-80%-os sejtpusztulás van így a migrában, ami azért szerintem elég jelentős, tehát az ember azt gondolná, hogy nincs ennyi puffer a rendszerben, úgymond. És hát igen, ez mind nagyon szuper, de hát ugye még mindig nem tudjuk, hogy pusztulnak el ezek a sejtek, és hogy mi ennek a mechanizmusa. És hát emiatt ugye kellene valamit találnunk, ugye egy modell állatot, amiben ezt a folyamatot valamilyen módon meg tudjuk vizsgálni. És hát itt most akkor szeretnék nektek bemutatni egy Parkinsonos egér modellt, amelyet mi is alkalmazunk. Ez egy úgynevezett neurotoxin modell. Hogyha valamilyen betegségről beszélünk, akkor egerekben ezt többféleképpen lehet előidézni. Elő lehet idézni úgy, például neurodegeneratív betegségeknél ez lehet egy mód, hogy ugye az adott sejteket, amikkel a probléma van, azt szelektíven elpusztítjuk, és a pusztulásnak a mechanizmusa az magyarázatot adhat bizonyos patofiziológiai folyamatokra, vagy lehetnek például drogindukált a modellek, erre jó példa mondjuk a skizofrénia vizsgálatában a ketaminos patkánymodell, vagy lehetnek genetikailag génmódosított egértörzsek, amelyekkel bizonyos betegségeket vizsgálhatunk. Itt most ez a 6-hidroxidopamin modell, ez azt jelenti, hogy van ez a molekula, ez a 6-hidroxidopamin, ez a dopaminhoz hasonló szerkezetű molekula, és ugyanúgy be tud jutni, át tud lépni a véregygáton, és fel tudják venni az idegsejtek, mint hogyha dopamint vennének fel, tehát ez a molekula gyakorlatilag a dopamin felvevő transzporter rendszeren keresztül bejut a sejtbe, ott a sejten belül metabolizálódik, vagyis elkezd bomlani, és a bomlása során felszabadulnak olyan reaktív oxigéngyökök, amelyek a sejthalálához vezetnek végül. És ez, hogy a reaktív oxigéngyökök hogyan vezetnek a sejthalálhoz, ennek számos mechanizmusa van, tehát hogy több ilyen úgynevezett halálszignál elindul a sejten belül, és ezek különböző folyamatokat fognak indukálni, hogy végül sejthalálhoz vezet, és ez a 6-hidroxi modell, ez azért is érdekes, mert egyébként a Parkinson-kor kialakulásával kapcsolatban van egy ilyen elmélet, hogy gyakorlatilag a neurodegeneráció az abból adódik, hogy ezek a dopaminek sejtek, ezek érzékenyebbek az oxidatív stresszre, mint a többi sejt. És ez abból adódik, hogy az ő mitokondriumainak a száma, meg a szerkezete az alapvetően különbözik más sejtípusokétól. És mi is ezt az elméletet vizsgáljuk ennek az egérmodellnek a segítségével, és egyébként, hogyha tényleg ezeket az egereket így vizsgáljuk, mondjuk a mozgáskoordinációjukat, vagy a viselkedésüket, akkor valóban Parkinson-korszerű tüneteket fognak produkálni. Tehát például, hogyha mondjuk az állat egyensúlyérzékét és mozgáskoordinációját vizsgáljuk, akkor van egy olyan vizsgálat, ami meglehetősen egyszerű, egy rát szűkülő pallón kell az egérnek végig sétálni. Egy normális egér, idézőjelben normális, tehát egy egészséges egér, ez gond nélkül meg tudja csinálni, egészen a legvégén, ahol már gyakorlatilag egy nagyon vékony rúdon kapaszkodik, ott is végig tud
nagyon ügyesen szaladni, de például ez a Parkinsonos egér, ez viszonylag hamar le fog esni erről a rúdról, és ez konzisztensen a Parkinsonos és az egészséges egerek között egy ilyen különbséget fog mutatni. Jó, és akkor most egy kicsit visszatérnék az emberi oldalra, abban a szempontból, hogy ugye ezzel az állatmodellel nagyon sok mindent csinálhatunk. Tehát, hogy itt vizsgálhatjuk a szöveti eltéréseket, vizsgálhatjuk az idegsejt aktivitást, hogy hogyan változik. Azonban ugye ezeket az eredményeket valamilyen módon szeretnénk összehasonlíthatóvá tenni az emberek betegségével, és erre valamilyen következtetést levonni. És hát ez például a Parkinson-kor esetében egy nagyon szerencsés helyzet, hiszen a betegség kezelése az elsődlegesen gyógyszeres minden mai napig. Úgynevezett levodopa nevű hatóanyagot kapnak a betegek szájon át. Ez a levodopa, ez a dopamin előanyagaként működik, és az agyban dopaminnál átalakulva segíti a kiesett sejtek miatt adódó dopamin hiánynak a pótlását. Azonban ennek a gyógyszernek egyébként számos mellékhatása van, és hogyha arról beszélünk, hogy ez mondjuk egy neurodegeneratív betegség, ami akár évtizedeken keresztül is fennállhat a beteg életében, akkor ugye a dozírozása az idővel meglehetősen nehézé válik, hiszen például a mellékhatásoknak a valószínűsége idővel megnő, súlyosbodhatnak, nem lehet csak úgy leállítani a gyógyszert, mert akkor meg attól lesznek tünetei a betegnek, szóval ez egyébként számos mutatót hordoz magában, és éppen ezért a kutatók és az orvosok elkezdtek egy másik irányba is menni a terápia kapcsán, ami ez a mélyagyi stimulációnak az alkalmazása, a DBS-nek az alkalmazása. Ez abszolút egy sebészi megoldása, vagy hát sebészi kezelése ennek a betegségnek. És ami itt történik, az nem más, mint hogy a betegeknek a mozgásszabályozó körében egy bizonyos pontra beültetnek egy stimuláló elektródát. És ez a stimuláló elektróda megfelelő frekvenciára állítva kompenzálni tudja az elpusztult dopaminek sejtek kiesett funkciójából adódó problémákat. Maga a műtét egyébként sokkal kevésbé invazív, mint ahogy az ember elképzelni. Ez egy éber állapotban végzett műtét, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ezt helyi érzéstelenítésben végzik, tehát hogy csak a koponya tető van gyakorlatilag lidokainnal érzéstelenítve, és emiatt a beteg ugye éber és kontaktusba vonható a műtét teljes ideje alatt. Ez a műtéti eljárás lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy ne csak ingereljük, illetve stimuláljuk ezeket az idegsejtcsoportokat, hanem esetleg a stimuláló elektróda levezetése előtt egy úgynevezett elvezető elektródát is leeresszünk az agy mélyére, és ezzel az elvezető elektródával pedig az idegsejt aktivitást tudjuk vizsgálni. És ez egyébként egy meglehetősen egyedülálló dolog olyan szempontból, hogy azért sejtes aktivitást emberi agyból nagyon-nagyon kevés esetben van lehetőség nyerni. Ami inkább egy bevett vizsgálat, az az EEG végzése, ami ugye egy teljesen non-invazív vizsgálat, és azt is ugye teljesen éber betegen, gyakorlatilag egy ilyen EEG sapka segítségével bármikor el lehet végezni. A kettő között van egy ilyen átmeneti módszer, az az elektrokortikogram, amikor nem a koponya felszínre, hanem az agy felszínre helyezik ezeket a tappancsokat, és ez is egy ilyen intraoperatív eljárás. Amit mit csinálunk a csoporttal, az az, hogy ami alatt ez az elvezető elektróda az agyban van a műtét során, a beteggel egy feladatot végeztetünk, ami egy tanulási, hát inkább reakcióidőt mérő feladat. A feladatnak gyakorlatilag két fázisa van, egy bizonyos számkombináció és egy visszajelzés. A feladat során az történik, hogy
egyes, kettes és hármas számokból egy kettes kombinációt mutatunk a betegnek, és amilyen gyorsan csak tudja, arra kérjük, hogy amilyen gyorsan csak tudja, nyomja le a megfelelő gombokat egy neki odaadott ilyen kis panelen. És hát nyilván a gombok lenyomásától függően különböző visszajelzéseket adunk a betegnek, hogyha mondjuk egyes és kettes villan fel a képernyőn, de mondjuk a beteg a kettest és a hármast nyomja le, akkor ugye azt a visszajelzést adjuk neki, hogy ez helytelen válasz, hogyha lenyomja az egyet, kettőt olvasási sorrendben, akkor helyes válasz lesz a visszajelzés számára, és az esetek kis részében a számkombináció után meg fog jelenni egy stop jel, ami azt jelzi a betegnek, hogy nem szabad a gombokat lenyomni, várni kell. És igazából, hogyha a stop jelzés után lenyomja a gombokat, akkor az annak minősül, hogy az egy sikertelen gombnyomás megállítás, hogyha pedig ki tud várni, és meg tudja állítani a már eltervezett mozgásmintázatot, akkor pedig az egy sikeres gombnyomás megállításnak minősül. Na de miért fontos ez a feladat, és miért csináljuk ezekkel a betegekkel? Parkinson korban kiderült, hogy a betegeknél az úgynevezett döntési küszöb az eltolódik. Ez a döntési küszöb, ez azt jelenti, hogyha például én eltervezek egy mozgást, akkor mi az a pont, ami még ezt a mozgást meg tudom állítani, és mi az a pont, amikor már maga a mozgásprogram annyira elindult, hogy nem tudjuk visszafordítani, és nem tudjuk megállítani. És mi ezt a döntési küszöböt vizsgáljuk itt Parkinsonos betegekben, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy az idegsejtek azok, tehát az idegsejt aktivitásnak, amit eközben a feladat közben mérünk, van-e valamilyen kapcsolata esetleg ezzel a döntési küszöbbel, vagy az eltervezett mozgásminta végrehajtásával. És hát még folyamatban vannak a vizsgálatok, de ami már első körben nagyon érdekes, az, hogy találtunk olyan sejteket a szubtalamikus mag területén, ami ez a mozgásszabályozó körnek egy nagyon fontos ilyen pontja, amelyek például már magára a számkombinációra is válaszolnak. Ugye, hogyha egy mozgásprogramról beszélünk, akkor ugye annak az első lépése, az érzékelés, tehát hogy mondjuk, hogyha én látok egy számkombinációt, akkor ugye annak első körben tudatosulnia kell, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy már mondjuk magára a számkombinációra vannak válaszoló sejtek egy olyan magban, ami egyébként nagy részt mozgásszabályozásért felelős, illetve részben nagy részben mozgásszabályozásért felelős. És emellett találtunk olyan idegsejteket is, amelyek pedig a gombnyomás hatására változtatják meg az aktivitás mintázatukat. Úgy kell értelmezni ezeket az ábrákat, hogy gyakorlatilag ez itt a sejteknek az aktivitás szintje, és a nulla az valamilyen eseményt jelent, itt most a gombnyomásnak az eseményét, ebben az esetben pedig a számkombináció felvillanásának az eseményét, és itt igazából például ezen az ábrán az látszik, hogy amikor a gombnyomásnak a pillanata megtörténik, illetve egy kicsit azután, ez az idegsejt a szubtalamikus magban abba hagyja a tüzelést, nem generálódnak benne akciós potenciálok. És itt felül egyébként ezek a fekete pöttyök, azok maguk az akciós potenciálok, tehát hogy ezt az ábrát, ezt így kell értelmezni. És igen, és hát ugye ez maga az a módszer, amivel most a mai, nem tudom, lehetőségeinkhez mérten tényleg az idegsejtek aktivitását tudjuk vizsgálni emberben. És akkor itt van még két videó, amit remélem, hogy meg tudok így nyitni, de lehet, hogy nem. Akkor azt megmutatom offline. Remélem, meg tudom nyitni. Az egyik az a DBS elektródáról szól, hogy hogyan csillapítja egy parkinsonos betegnek a tüneteit, a másik pedig magáról a műtétről, egyébként egy nagyon érdekes felvétel. A másik videó az a Mayo Klinikán készült, és ezt is megpróbálom közben megnyitni.
meg bocsánat, csak közben Zoomon is azt hiszem, hogy át kell, Zoomon is át kell állnom, itt, hogy mit osztok meg. Pillanat, bocsánat. Oké. Okay. Jó, tehát, hogy ez az első lesz ez, hogy a DBS ez milyen hatással van. A második az pedig egy nagyon érdekes videó, ezt elkezdtem az előbb mondani, csak aztán itt a technika közbezavart. Itt egy olyan beteg kap DBS elektródát, aki egyébként egy hegedű művész, és a Parkinson kór az nagyon megkeseríti az ő életét, hiszen nem tud játszani, és van egy, és a műtét közben beviszik neki a hegedűjét, és ahogy állítják a DBS elektródát, hirtelen el tud kezdeni nagyon szépen játszani, nem zavarja tovább a tremor az ő játékát, jó? És akkor nézzük meg először ezt a videót. Igazából hangot ezt nem annyira fogok rárakni szerintem, tehát ugye láthatjátok, hogy például, ja basszus, nem láthatjátok, mert nem az van az én. Hú, ezt hogy oldjam meg? Bocsánat, csak az eddig még tök. Oké, okay. Szuper, jó. Oké, okay, tehát hogy itt láthatjátok a betegnek a talán a legjellemzőbb tünetét, azt, hogy ez a nyugalmi tremor, ami egy ilyen meglehetősen lassú hullámú tremor jelentkezik nála. Egyébként az is nagyon tipikus, hogy a két oldal nem egyforma, tehát a legtöbb betegnél van egy oldaliság, hogy a jobb vagy bal oldal a rosszabb, ez karon és lábon különböző lehet. Illetve, ami még ezeknél a betegeknél ugye nehezített, az a járás a megváltozott izomtónus miatt. És még amit az elején kért tőle az orvos, az nem volt annyira hosszú a videóban, hogy például az ilyen pici, tehát a finom motoros, ilyen ismétlődő mozgások azok problémát jelentenek nekik, tehát például ez egy ilyen jellemző kérés szokott lenni a neurológus felől, hogy próbálják meg a betegek ezt csinálni, meg az egyes ujjaikat egyenként összeérinteni, és akkor egy idő után ilyen nagyon görcsössé válik nekik a mozgás, és nem tudják ezt kivitelezni. Na, és akkor itt ugye látható, hogy ezt a mozgást, ezt kiválóan el tudja végezni, és hát ugye az előzőhöz képest kiválóan tud sétálni is. Egyébként, hogy nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, amíg ült, azért egy ilyen nagyon pici, nagyon finom tremor még mindig látszódott neki, tehát hogy nem az volt azért, hogy... Na igen, és akkor most kikapcsolták neki a stimulátort, és nagyon hamar visszatérnek a tünetek. Egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ez a hatás, ez egy ilyen nagyon gyors hatás, tehát hogy onnantól kezdve, hogy kikapcsolják a stimulátort, egy ilyen pár percen belül visszatérnek a tünetek, és ugyanúgy, amikor bekapcsolják, akkor is ez egy ilyen nagyon gyors hatás, ami kialakul. Jó, ez volt az egyik videó, és a másik pedig ez a... Igen, és ugye itt ezt is le fogom venni, mert közben akkor beszélek inkább magyarul, és ne csak videót nézzünk. Szóval, hogy itt arról beszél igazából a professzor, hogy egyébként annak, hogy ébren van a beteg, az különösen jó, hiszen amikor elvégzik a műtétet, és beimplantálják ezt a stimulátort meg az elektródát, akkor van egy előzetes neurológiai tesztelés, ami azt célozza, hogy már ott a műtőben bekapcsolják ezt az elektródát, és megkérdezik a betegtől, hogy érez-e mellékhatásokat, ez gyakran szokott lenni mondjuk szédülés, hány inger, fülzúgás, stb., illetve, hogy mondjuk jobb-e neki az izommerevsége, azt is így meg szokták vizsgálni neurológiailag. Na és hát ugye itt helyezik be az elektródát az agyba. És ugye láttátok, hogy az előbb odaadtak a betegnek a kezébe egy hegedűt, hogy próbálgassa, és majd a különböző beállításoknál megkérik, hogy játsszon egy picit.
A grafikon, amit az előbb mutatott a kép, az egy ilyen mozgásmérő volt, amivel a tremornak a mértékét tudják ott a műtőben így objektíven mérni. Jó, mondta is, hogy igazából most már ez csak ilyen interjú rész, úgyhogy ezen nem is szeretném tovább húzni az időt. És hát igazából ennyi volt maga az előadás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és én még azt gondoltam, hogy akár mondjuk itt az online platformon, akár most itt a jelenlévők között is, hogyha van esetleg kérdésetek, akkor arról is beszélgethetünk. Egyébként nem tudom, egy ilyen 10 percet, és akkor utána pedig elindul a laborlátogatás. Nem tudom, ki az, aki jelentkezett laborlátogatásra felekezettel. 1, 2, 3, 4. Igen. Aha, szerintem igen, van, tegyétek fel kezeteket, akik beregisztráltak. Az 3 ember, és akkor ti még 3-an lennétek. Igen, úgy 3-an, hogy hány diákon, bocsánat. Jó, az 7 fő, tökéletes már, egyébként 8 a limit most így egyrészt a Covid miatt, másrészt pedig amúgy nagyon picik a laborok, úgyhogy nem tudunk nagyon sok embert fogadni. Jó, hát hogy 8 fő, itt persze lehet jönni, igen, úgyhogy nyugodtan. Oké, jó, akkor van-e kérdésetek esetleg, illetve igen? Egy 5 perc is itt sem vagyunk. Szóval egy vagotómiával vannak a modellek. Aha, hát az intézetben azt nem tudom, hogy valaki tervezek konkrétan vagotómiával ilyen modellt létrehozni, mi nem foglalkoztunk ezzel az aspektusával. Igen. Szívesen. Jó, egyéb más kérdés esetleg? Jó, hogyha nincs, akkor köszönöm tényleg a figyelmet. Jön majd a Máté a következő előadással, és... azt mondja, hogy ismételme kérlek a helyszínen feltett kérdéseket, mert ezt nem halljuk. Volt, a kérdés az volt, hogy vagotómia modell az van-e az intézetben, illetve mi használunk-e vagotómia modellt Parkinson korban, és azt válaszoltam, hogy az intézetben nem tudom, hogy valaki ebben érdekelte jelenleg, de mi nem használunk. Jól van, akkor nagyon szépen köszönöm nektek is, és az online résztvevőknek is, és sziasztok! Jó, és akkor akik jönnének fel velünk a laborba, azok akkor nem tudom, valahogy itt így, mondjuk nem tudom, itt sorakozzatok, vagy ilyesmi.